Egy perccel ezelőtt Nemes Annával arról beszélgettünk, hogy célsebesen emelkednek a lakásárak, most már jó pár éve. A kedvezményes lakásáfa kivezetésével azonban újabb milliókkal drágulhat. 2020-tól az ingatlanvásárlás. Az ellenzéki pártok eközben a mérsékelt adózás mellett tartanának ki. Egy rövid összefoglalót mutatunk önöknek, Harangozó Tamás pedig itt van már a stúdióban. A magyar emberek érdeke, hogy 2020 után is 5% maradjon az új lakások áfája, nyilatkozta Szanyi Tibor. A politikus Varga Mihály múlt heti kijelentésére reagált. A pénzügyminiszter azt mondta, nem hosszabbodik meg a lakásépítés 2019-ig tartó áfa kedvezménye, mivel az intézkedés átmeneti időszakra szólt. A jövőben tehát 27% áfa terheli majd azokat, akik új lakást vásárolnak, ami annyit tesz, egy átlagos 30 millió forintos lakás 6 millió forinttal drágulhat a magasabb áfa kulcsnak köszönhetően. Az MSZP mellett egyébként a Jobbik is kiállt a kedvezményes lakásáfa mellett, sőt az ellenzéki párt a használt ingatlanok és lakásfelújítások áfa kulcsát is 5%-ra mérsékelni. Az ágazati árakat a fenti tények mellett az is tovább emelheti, hogy az építőiparban az egyik legsúlyosabb a munkaerőhiány. Harangozó Tamás országgyűlési képviselő a vendégem, jó reggelt, mégis maradjunk ennél a témánál, a hajléktalanokról szeretnék hosszabban önnel beszélgetni, de fenntartható-e ez az áfa csökkentés? Szanyi Tibor mondta a minap, hogy ugye nagyobb mozgástere lesz a nemzetállamoknak az Európai Unió döntése nyomán egy picit később az 5% és a világ unikum 27% magyar áfa között, hogy mi hova tartozzon, de azt hiszem, hogy önök 20-at javasolnak 27 helyett, ha már nem 5, most ha csak a lakásoknál maradunk, vagy ezt rosszul mondom-e? Nézd, a mi célunk az, és az arra hívtuk fel a figyelmet, hogy maradjon az 5%-os áfa elsősorban. Uh-huh. Természetesen, hogyha az unió szabályozásával nem lehet máshogy elérni, akkor is inkább a 20%-os, mint ahogy ön is mondta, a világrekordár 27%-os, de azért lássuk be, Magyarországon alapvető lakhatási válság van. Tehát nekem most a családban is van érintettségem például egy vidékről felköltöző friss egyetemistával. Aki lesz. Nem biztos, hogy az új lakások piacán kutakodik éppen. Nem az új lakások piacán, de a lakások piacán fog kutakodni, például a bérletben. És hogyha megnézzük, hogy milyen eséllyel indul ma egy vidéki fiatal föl például Budapestre, hogy kivegyen egy albérletet, akkor azt látjuk, hogy ez gyakorlatilag a kizárt kategória. Vagy összeállnak többen, vagy így sem fog nekik sikerülni. Ez csak az egyik szegmens, csak ez egy nagyon... Szerintem most sok család pontosan tudja, hogy miről beszélünk, ez egy ilyen időszak. Igen. De hát látjuk, hogy a fiatalok lakáshoz jutása, vagy egyáltalán a, ha már majd hajléktalan témáról fogunk beszélni, a hitelezési válság után lakás megtartás és lakáshoz jutása Magyarországon, szerintem az első három problémában benn van a családoknál. Most ilyen időszakban azt üzenni a kormánynak, hogy ahogy itt is elhangzott, egy átlagos lakás, budapesti lakásméretnél még 6 millió a megdobni adóban, tehát ami megy az államhoz. Én azt gondolom, hogy ez egy borzalmasan rossz üzenet, miközben szintén hetente halljuk, de havonta biztos, hogy 5-10%-kal emelkednek egyébként is a lakások árai. Elsősorban itt is a fővárost említeném, de azért egyébként a vidéki városokban is tetten érhető ez a dolog. Tehát ami nagyon érdekes, hogy az állam se járt rosszul egyébként az 5%-os áfával, érdekes módon valahogyan a befizetések nem rongálták a bevételt. Nem csak az építetők és a vevők jártak jobban. Igen, mert természetszerűleg egy ilyen áfacsökkentés nyilvánvalóan meghozza a kedvet a lakásépítéshez és a lakásvásárláshoz is, és ez nagyon sokszor van ez a dilemma, hogy akkor a nagyon magas áfa vagy az alacsony áfa fog-e a végén több pénzt hozni, hiszen egyrészt a nagyon magas áfánál szintén egy kicsit másik téma, de gondoljunk bele az elmúlt években, hány botrány volt abból, hogy áfát csalnak, hogy effektíve nem létező tevékenységet végeznek, papíron utaztatnak árukat, elsősorban mint például mezőgazdasági cukor, olaj, stb. Tekintetében, hiszen maga az áfa olyan mennyiségű pénz, hogyha ezt papíron lejátsszuk, hogy ez megtörtént ez az üzlet, akkor abból milliárdokat vagy százmilliókat lehet úgymond visszaigényelni. Ez az egyik fele, tehát az áfacsalások, másik fele meg, hogy valóban felpörgetheti a piacot egy alacsonyabb áfa, és mégis a végén pont ezért az államnak több bevétel lehet, de ha engedje meg, hogy engem most rohadtul ne érdekeljen az áfa, mennyi bevétele van az államnak. Tehát itt egy társadalmi problémáról van szó. Nem tudnak a fiatalok lakáshoz jutni. Nem tudnak meglévő családok lakásokat
megtartani, ez a hitelezési válság elsősorban, vagy bajba kerül családok másik lakásba költözni. Szerintem egy ilyen helyzetben két dolgot kell csinálni. Az egyik az biztos, hogy nem az, hogy az áfát meg kell emelni, és meg kell drágítani a lakásokat. Tehát ezt szeretnénk, hogyha lent maradna, és akkor inkább tárgyaljunk az Unióval, és itt például lehet egy közös ellenzéki kormánypárti fellépés, hogyha egyszer bárkinek véletlen eszébe jut, hogy a magyar nép érdekében fogjunk össze. Erre mi például abszolút nyitottak lennénk. És ebben támogatnak a kormányt. Nem az Uniót kéne leruhanni, hanem a magyar emberek érdekében végre valamit csinálni. A másik pedig egy nagyon komoly masszív bérlakás építési program, mert anélkül egyébként főleg az első lakáshoz jutás a fiatalok egyetem alatt, vagy akár utána az első munkahelyhez új lakás keresése, családalapítás, a gyerekvállása addig nem nagyon fog működni, amíg ez a társadalmi probléma Magyarországon fent van. Ennek egy szegmense most az, hogy mindenki szívrohamot kapott, hogy ahelyett, hogy ezen az úton mennénk tovább, vagy legalább elindulnánk például a bérlakásépítés felé, még jól megszivatják ezt a piacot, és így az embereket is. Persze, ha úgy nézzük... Nagyon informálisan fogalmaz ma, bocsánat, hát de, hogy ez a legalább teljesen konkrétan helyzet. És fekete fényben. Ha térek egy gyorsan, most egy gondolat. Tehát gondolj bele, hogyha most bejelentik, ez egy piac, ez egy óriási, sok százmilliárdos piac. Azért az a spekuláció sem kizárható, hogyha a kormány, mert miért jelenti most be? Hát egy, több mint egy év múlva lesz ebből bármi. Hogy igaziból üzen a piacnak, hogy tessék gyorsan kipörgetni a lakásokat, és tessék gyorsan beletolni a pénzt ebbe a szegmensbe. Mi ezt se zárjuk kizártnak, mert ezt se zárjuk ki, hogy egyébként van egy olyan hatása is, hogy itt a várható picit válság és picit gazdasági növekedés visszaesést kompenzálandó, lehet, hogy picit bonyolult, amit mondok, de ez egy nagyon komoly üzenet, még egyszer mondom, egy óriási piaci szegmensnek, hogy most gyorsan tessék lakást építeni, akinek még van hozzá kedve pénze, mert utána nem fog jól járni, és akkor a következő másfél évben esetleg fölgyorsulnak ezek a beruházások. Ez utóbbit nyilván csak véleményként tudom mondani. Másik téma, ami kötődik ahhoz, amiről mostanáig beszéltünk, a kafetéria kivezetése kapcsán nagyon sokan hosszú távon számoltak vele, hogy például a lakáshitelüket ebből finanszírozzák, és ez most potenciálisan ugrik. Önök mindenféle ellenzéki módosítót ezzel kapcsolatban lesöpörtek az asztalról, úgy látszik, hogy ehhez ragaszkodik a kormány, miközben a szép kártyával kapcsolatban pont ellentétes mozgást érzékelünk. Mi történik most? Mi az oka annak, ami a kafetérivel kapcsolatban történik? Nagyon népszerűtlen, nagyon sok embert érint, és nagyon károsan. Talán egy hete volt, amit tennél, amikor erről beszéltünk. Elkezdtünk erről beszélni. Hiszen a miniszterelnököt múlt hétfőn megkérdeztem erről. Persze kicsit cinikusan, de azt kérdeztem, hogy amíg ő a épülendő népstadionnál a munkásokkal fényképezkedik, ezt lehet látni a Facebook oldalán, mint ahogy mondtam, néhány elügyét megszégyenítő módon. Ez legyen a legnagyobb baj a miniszterelnökkel? Egyik oldalt, ugyanaznap ugyanezek az emberektől elveszi a kafetériát, hiszen azoktól a melósoktól is vette el, vagy veszi el a kafetériát, akikkel ott pózolt, és akiknek valószínűleg ekkor még fogalmuk nem volt erről. És azt is elmondtam, hogy a viszont válaszában a miniszterelnök világosan azt mondta, hogy volt egy nagy gazdasági növekedés, volt egy nagy béremelkedés, és magyar gazdaság teljesítő képességéhez mérten, gyakorlatilag nem szabad a béremelkedést tovább engedni, most nem így fogalmazott, de ez volt a lényege. Magyarul elveszik a 13. havi fizetést. Így van. Tehát, hogy arról van szó, hogy egy óriási megszorítást hajt végre a kormány, és itt hallgattam az előző szakszerti vezetőt, az emberek VB-t néznek, nyarolnak, nem tudom, mit csinálnak, januárban észre fogják venni, hogy éves szinten, attól függ, milyen nagyságrendű kafetériát kaptak eddig, éves szinten akár egy fél havi bérük ugrani fog jövőre. Lesz a tervezetünketésekből bármi. Persze a Fidesz megteti. Nézd, a hétfői kérdésem után másnap a szakszervezetek tárgyaltak a miniszterre. Utána a miniszter azt mondta, hogy a parlamenti vitától teszik függővé, amit én azért kicsit ilyen UFO jelenségnek tartok, hogy mégiscsak eltörlik-e vagy nem. Az biztos, hogy mi a magunk részéről még fogunk tovább menni. A csütörtöki tabülés, ez a záró módosító javaslatokat, ha be lehet nyújtani, be fogjuk nyújtani, hogy vegyék ki a törvényből, és a törvény szerint meg fogjuk. Tervény szerint meg fogjuk írni az összes szakszeretet is erre az ülésre, és megpróbáljuk ott szemtől szembe a fideszes képviselőket is meg rávenni arra, hogy ezt gondolják. Hát
Az csak azért mondom, ez az utolsó lehetőség, hogy valóban kikerüljön a törvényjavaslatból, utána már csak a végszavazása lesz a törvénynek, ahol nyilván igent fognak nyomni, de itt van egy lehetőség arra, hogyha komolyan gondolt a Varga Mihály, illetve a fideszes képviselők, talán szembesülnek a munkavállaló érdekképviselőkkel, hogy hány százezer, illetve millió embert fog ez hátrányosan érinteni, akkor talán van rá esély, hogy ezt elérjük. Minden esetre mi magunk részéről ezt meg fogjuk tenni. És ha ilyen sok embert érint hátrányosan, ahogy mondja, most még lehet, hogy nyaralnak az emberek, már akik megengedhetik maguknak, a legtöbben nem, és januárban fogják mindezt észrevenni, és ilyen netadószerű, óriási cunami tüntetésekre nem tudom, számíthat-e az ország. Nézze, az, hogy mire számítottunk, nem szeretnék béljóslásokba bocsátkozni. Én azt tudom, hogy múlt héten, talán szerdán vitatkoztunk éjfélig. Például arról az apróságról, hogy a gyülekezési törvény tekintetében el fogják venni az emberektől még azt a lehetőséget is, hogy kimenjenek jövőre az utcára, mondjuk egy 100 000-es tüntetéssel részt venni. Nem akarok csapongani, de amikor az a szöveg kerül be a törvénybe, hogy a közlekedés rendjét sérti, ez így. A közlekedés rendjét valóban az is sérti, a kettel elépnek a járdáról az úttestre, akkor nem tudom, hogy lehet egy 100 000-es tüntetést majd megszervezni. De azért akartam csak szóvá tenni, mert én tudom, hogy nagyon érdekes meccsek voltak aznap, de hogy gyakorlatilag az égvilágon senki nem foglalkozott azzal, hogy a parlamentben éppen milyen törvények vannak, az biztos, és ennek sajnos meg fogják inni a levét, mármint a kedves választópolgárok, mert mire fölocsúdnak, és kiderül, hogy közeli szomszédunk nyeri a VB-t vagy nem, addigra tőlük nagyon-nagyon sok jogot és nagyon-nagyon sok pénzt fog a Fidesz kormány a következő két hét alatt, míg az árószavazás elmegy. És most lassan a beszélgetés végére még eljutottunk a társadalom legkiszolgáltatottabb, legelesettebb tagjaihoz, a hajléktalan polgártársainkhoz, akiknek ugye október 15-től tilos az utcán tartózkodni. Az alkotmánymódosítás egy dolog, a szabálysértési törvényt is módosítani kell. Nem lesz pénzbírság, hanem közérdekű munkára vagy elzárásra lehet ítélni. Bírósági hatáskörbe fog tartozni ennek az eldöntése. Ez komoly terhet jelentett vajon a bíróságokra ezzel foglalkozni a jövőben? Hát nézze, első nekifutásra biztos. Ugye ennek a törvénynek az a célja, és akkor megint hadd legyek nagyon-nagyon kemény és cinikus. Ehhez nagyon sokan fognak tapsolni az elején, hogy eltüntessék az embereket az utcáról. Lehet jó hiszemű olvasatot is nézni, hogy az a cél, hogy az emberek igénybe vegyék a szolgáltatást, az ellátórendszert, amit teszem hozzá a korrektség kedvéért, nem áll rendelkezésre. Magam általi szeretett szolgálat mondta el, hogy nem áll rendelkezésbe, 17 500 állandó férőhely van, fejleszteni kell a rendszeren, mondta például maga a szociális ügyekért és társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkár Fülöp Attila. Mit jelent az, hogy fejleszteni kell a rendszeren? Van a költségvetésben ehhez óriási összeg, hogy ezek a polgártársaink, az én jó hiszemű olvasatom szerint, valóban jobb helyzetben legyenek, mint az utcán. 30 000-re becsülik a hajléktalanok számát, most ön mondta, hogy 17 000 férőhely van. Egymás mellé tehetjük ezt a két számot. Matek 1-2. Mert amikor az alaptörvény módosítást pont így a TAB, ez a Törvényalkotási Bizottság ülésen egy éjszaka alatt behozták és elfogadták, akkor pont azt mondtuk, hogy rendben van, értjük a többség igényét arra, hogy mondjuk a gyerekével egy budapesti aluljáróba megy, akkor nem szeretne. Legyünk őszinték, ez a szélsőség, persze, de nagyon sokan találkoznak vele, öntudatlan, a saját elnézés mocskába fekvő embereket látni. Ezt is mindenki érti. Maradjunk abban, hogy ne a szemet zavarja ezt, hanem az embertársunk méltóságát. Is, igen. De mondom, tehát akkor legyünk mi is nagyon keményen őszinték. Igen, nagyon sok ember zavar, ha a kisgyerekével arra megy, akkor ezt látja. Neki egy fontos, és azt gondolom, hogy a magyar emberek többségének az a fontos, hogy ezt méltósággal és tisztességgel oldják meg, és szerintem csak nagyon kicsi, kevés ember az, aki a fideszes törvényjavaslatot átlátja, és azt szeretné, hogy ezek az emberek egyszerűen eltüntetve legyenek, de maga a probléma ne legyen megoldva, hiszen ezek az emberek attól még valahol lesznek, vagy börtönbe, vagy az erdőkbe, ahogy múltkor is mondtam, vagy nem tudom hol. És mi azt mondtuk, ezt akarom mondani, hogy az alkotmányba kerüljön be. Ha már egyszer berakják, hogy nincs közterületen életvitelszerűen tartózkodás, hogy az államnak kötelessége róluk gondoskodni. Ma az van benne, hogy törekednie kell rá az önkormányzatokkal együtt, ez a törekvés. Az a törekvés, hogy a felének legalább pontosan tudjuk, hogy nincs helye. Szeretném önnek mondani, meg minden kedves vásznak, sokszor el szoktam mondani, hogy egy fogvatartott ellátása a büntetés végrehajtásba, hát amire én emlékszem 8 évvel ezelőtt 2 millió forint egy évben. Sokkal többbe kerül. Őrület, amit csinálnak, és amit egyébként ilyen szempontból csinálunk. Még egyszer mondom,
érthető ez az igény is, de abban biztos vagyok, hogy a magyar embereknek, a döntő többségének nincs fogalma arról a hangzatos két mondat után, hogy eltüntetjük, vagy megszüntetjük ezt a problémát az utcákról, hogy valójában mi fog történni ezekkel az emberekkel. Szerintem lesz dolga a médiának is, az ellenzéknek is abban, hogy ezeknek az embereknek, ha már így történik, akkor emberhez méltó módon az államtól kikényszerítsük a segítséget. Szerintem ez dolgunk lesz. Kötelességünk a figyelmet felhívni rá. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.